Újabb közösségi kiállítást szervezett a Bedekovics Lőrinc Névfőiskolai Társaság. Korábban esküvői témájú, jeles családi eseményekről szóló kiállítást rendeztek a házasság hete apropóján, ez alkalommal pedig az Arszakra programsorozat részeként kérték a helybélieket, hogy vallási témájú, illetve családi erekjeként számon tartott tárgyaikat bocsássák a Névfőiskola rendelkezésére a bemutató idejére. Mindenféleképpen utolsó órában vagyunk. Tehát az utolsó órák, napok vannak, amikor a vallásos népi kultúra tárgyait, iratait, eszközeit megtaláljuk. Ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a fajta értékfeltárást és értékfelmutatást, és bízom benne, azt tapasztaljuk egyébként, hogy a fiatalok és a középkorosztály is, és hát az idősek természetesen kötődnek, és szívesen mesélnek az utódoknak, a fiataloknak erről. A szeptember 13-án megnyílt kiállításra a helybéliek nagyon sok szentképet, a búcsújáróhelyek meg annyi emlékét, imakönyveket, énekeskönyveket, bibliák sokaságát gyűjtötték össze annak érdekében, hogy bemutathassák másoknak is. Mindez egy néprajzkutatónak is igazi kincset jelent. Néprajzos számára ez rendkívül izgalmas, mert találunk 19. századi nyomtatványokat, könyveket, egészen valóban a napjaink vallási megnyilvánulásaiig, és ez a fajta folyamat, ez rendkívül izgalmas. Alapvetően a néprajz tárgya mindig az élő kultúra, és ez most itt egy valós, kézzel foghatóan élő kultúra lenyomata. Tehát nagyszerű az, hogy Fényszaru közössége ezt állítja ki, ezt állítja a figyelem központjában éppen az Arszakra Fesztivál keretében. Múltunk, hazánk történetével nem csak érdemes foglalkozni, de szinte kötelességünk is, mutatott rá a rendezvény előadója. Az imént a vendégkönyvbe írtam, és Ipoly Arnold nagyváradi püspököt idéztem, aki egyhelyütt azt írja, hogy az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az nem csupán a saját síremlékét készíti, hanem az vesztesége az egész emberiségnek. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb problémája ma az euróatlanti térségnek. Megpróbál elhatárolódni önmagától, a saját hagyományaitól, gyökereitől, és valami egész mást a központba állítani. Egy ilyen kulturális környezetben rendkívül fontos az, hogy egy település közössége a saját vallásos emlékeit igyekszik megőrizni, megtartani, tette hozzá Harangozó Imre. Az ilyen emlékek megőrzése a családok, helyi közösségek számára a jövőt jelentő megtartó erő lehet. Egy olyan különleges kiállítás, ami hát valóban úttörő a maga nemében, mert ilyen még nem volt nálunk. Egy olyan kiállítás, ami megint csak itt közösségi összefogásnak a nagyon szép termése, cseredménye. Nagyon apró dolgok vannak, szó szerint a nagyon pici kis szentképektől, az egészen nagy méretű alkotásokig. Nagyon sok minden megfér ebbe a kiállításba. Ugye van egy összekötő kapocs, a vallás, méghozzá egy római katolikus vallásról van szó. A kiállítás dr. Farkas Kristóf Vince történész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, a bemutatót október 25-éig tekinthetik meg az érdeklődők Jászfényszaron a régi parókia épületében. Miből lehet ereki egy család számára?